Letette az esküt az új jobboldali kormány Olaszországban szombat délelőtt. Az ország első női miniszterelnöke pénteken jelentette be kormányának leendő tagjait. Giorgia Meloni még pénteken az olasz elnöki palotában tett esküt. Giorgia Meloni pártja, a szélsőjobboldali Olaszország fivérei kapta a szeptemberi választásokon a legtöbb szavazatot. A neofasiszta gyökerekkel rendelkező párt, a Matteo Salvini vezette jobboldali Liga és a Silvio Berlusconi volt kormányfő által vezetett konzervatív Forza Italia együttműködésével alakít kormány. A koalíciós partnerek 5-5 széket kapnak a 24 tagú kabinetben. A Forza Italia alelnöke Antonio Tajani lesz a külügyminiszter. A Liga vezetője, Matteo Salvini pedig a kikötőkért is felelős infrastruktúrális miniszteri posztot töltheti be. Az Orbán Viktor várható szövetségesének tekintett Giorgia Meloni kormánya jövő héten kér felhatalmazást a munkára az olasz parlamenttől.